Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai napon olyan kísérleteket fogunk megnézni, ami elsősorban az elektrostatikus térbe beteszünk anyagot, és megnézzük, hogy ennek milyen következményei lesznek. Ez lesz az első lépés. Úgy hallottam, hogy a Koppa tanár úr erről már mesélt maguknak, és akkor nem is szaporítom a szót. Az első kísérlet az itt látható. Szerintem nem tudom, melyik háttér jobb neki. Csináljunk sötétet, így. Akkor a kísérleti eszközeink közül, amelyek a kísérlet elvégzéséhez szükségesek. Itt van egy elektrostatikus gép, amiről már egy másik órán beszéltünk. Ez az elektrostatikus gép, ez egy Wim Hurst gép. És hát természetesen, hogyha Wim Hurst gépet a megfelelő módon elindítjuk, akkor előbb-utóbb meg is mutatja, hogy elektrostatikus töltéseket tud termelni. Úgy, rövidesen majd még szikrázni is fog, vélhetőleg. Csak annyit kell, hogy közelebb kell tenni egymáshoz. Jó, tehát akkor ez működik. Az elektrostatikus gépünket hozzá fogjuk kötni ide a kondenzátorhoz. Ez egy olyan sík kondenzátor, tessék jó megfigyelni, amelyik fegyverzetei közé betettünk bifilárisan fölfüggesztve egy ilyen súlyzó modellnek is nevezhető szerkezetet. Tehát ezzel azt fogjuk megcsinálni, hogy a kondenzátort feltöltjük, és megnézzük, hogy hogyan fog ez a bifilárisan felfüggesztett szerkezet viselkedni. Nézzék meg, hogyha elfordítom, akkor lehet látni, ez két pingponglabdaszerű műanyag golyó, és az egészet én lefestettem grafittal, azért, hogy vezetőképes legyen. Tehát ezt egy vezetőanyagnak foghatjuk föl. Nos, töltsük föl. És azt hiszem mindenki jól látja, hogy a feltöltés hatására ez a szerkezet, ez igyekszik beállni úgy, hogy a szerkezetünk, ami ott van a kettő között, az egy dipólussá válik. A dipólusra pedig egy homogén mágneses térben egy forgatónyomaték fog hatni, amely addig fogja forgatni, míg a dipólus tengelye éppen párhuzamos nem lesz az elektrostatikus erővonalakkal. Ez az, ami a kísérletben látható. Ez nagyon fontos, hiszen majd fogják látni, tehát akkor fölgerjed a gép, és azt hiszem szépen látszik ez. Így. Abban az esetben, ha kisütjük, abban az esetben a felfüggesztésnek köszönhetően az eredeti módon a párhuzamosan áll be a fegyverzetekkel a dipólus. Ez volt az első kísérlet, és tulajdonképpen ez nem másról szól, mint szeretnénk megmutatni azt, hogy a különböző dipólusok hogyan fognak viselkedni a kísérleteinkben. Ugye, amikor jön a következő kísérlet, tehát amikor az anyagnak a viselkedését meg akarjuk érteni, akkor meg kell néznünk, hogy az anyag milyen építőkövekből épül föl, azok hogyan viselkednek, és hát tulajdonképpen a következő kísérlet pont erről szól. Egy elektrométer és egy kondenzátor a két főszereplőnk, így. Igen. Az elektrométer és a kondenzátor együttesen fogja mutatni azt a jelenséget, amire kíváncsiak vagyunk. Nézzék meg, hogy azért a viszonylag nagy feszültséget ezek a vezetők, mérőkábelek nem szeretnék, ezért aztán úgy lehet a feszültség tűrését növelni, hogy amennyire lehet, nem fogjuk engedni, hogy közel menjen ahhoz, amitől ki tud sülni. Tehát akkor az első kísérlet arról fog szólni,
hogy jó, eszünk egy igen. Tehát akkor föltöltöttem a kondenzátort, és figyeljék meg, a kondenzátornak ez a fegyverzete, ez könnyedén mozgatható egy csavarorsó segítségével. Én most a csavarorsót elkezdem közelíteni, csavarorsó segítségével a két fegyverzetet, és hogyha nem töltöttem túl a kondenzátort, akkor egyszer csak azt fogjuk látni, hogy kondenzátor fegyverzetére kapcsolt elektrométer egyre kevesebb és kevesebb értéket mutat. Jó. Most elkezdem kifelé tekerni, tehát most távolítom egymástól, és amint látják, a feszültség egyre nagyobb lesz. Ez a dielektrikumokhoz semmi köze nincs. Azt kell megérteni, hogy van két fegyverzet, az egyik pozitív, a másik negatívra van feltöltve. Ha egymástól távolítjuk, akkor ez a két töltés, amely vonzás van, vonzás ellenében mozgatjuk, ennek eredményeként munkát végzünk, a két fegyverzet között nő a potenciál, és ezt mutatja a mérőműszer. Abban az esetben, ha közelítjük egymáshoz, akkor a tér végez munkát, és a kondenzátor feszültsége csökkenni fog. Úgy hiszem, ez teljesen egyértelmű. Van itt két dielektrikum, tehát visszatérünk a dielektrikumokhoz. Van itt két dielektrikum, egy frissen megportalanított üveglap, kutya közönséges meze üveglap, és hogyha azt a fegyverzetek közébe helyezzük, akkor a kondenzátor fegyverzetén a feszültség lecsökken. Kihúzzuk, akkor pedig visszaáll az eredeti feszültség. Megtehetjük ezt egy másik anyaggal is, ez bakelit. Betesszük a fegyverzetek közé, szerintem jól látszik, hogy csökken a feszültség. Kihúzom, akkor pedig visszaáll. Magyarázat nagyon egyszerű, emlékezzenek az előző kísérletre, amikor a fegyverzetek között egy dipólus viselkedését tanulmányoztuk. Az üveg, a bakelitben levő részecskék, tehát az anyag egy dipólusként viselkedik. A dipólusok egyszerűen fogják magukat, be fognak állni úgy, ahogy azt láttuk, tehát az erővonalakkal párhuzamosan. Ennek eredményeként az üvegnek az egyik végén az összes dipólusnak a pozitív felülete lesz, a másik végén az összesnek a negatívja, és ennek eredményeként ugye a kettő között pedig egy úgynevezett dipólus lánc fog fölépülni. Ez a dipólus lánc ugye a végein felületi töltéssűrűséget jelent, ezzel magyarázható a feszültség csökkenése. Tehát amikor a kísérletet esetleg vissza kell mondani, vagy meg akarják érteni, akkor azt mondja, a kísérlet végig mindezen a fegyverzeten a töltések nagysága állandó. A kondenzátor geometriai méretei nem változnak. Ha behelyezzük ezt a részt, lecsökken a feszültség, akkor ebből egyértelműen következik, hogy ez a dielektrikum a fegyverzetek között megjelenve a kapacitás növekedését okozta. Ezért lesz kisebb a feszültség, amit mutat a műszer. Világosan lehet látni, hogy különböző anyagokat, hogyha beteszünk a fegyverzetek közé, különböző lesz a fegyverzetek közé betett anyag után a feszültségnek a csökkenése, és ez a feszültség csökkenés, ezt tulajdonképpen látjuk, hogy anyagi minőségre lehet visszavezetni. Hát az a lényege, hogy a különböző anyagoknál az anyagi minőség más lesz, a dipólus sűrűség ennek segítségével. Tulajdonképpen kondenzátorokat fogunk tudni majd készíteni. Na most, a kondenzátorokkal kapcsolatosan van egy meglepően egyszerű kísérlet, és akkor most tulajdonképpen egy kicsit ilyen mérnöki dolgot is fogunk elkövetni. Az eszközeink, amit szeretnék megmutatni, elsőként egy mérőműszer, egy ilyen digitális mérőműszer, amely tud kapacitást is mérni. A kapacitását ennek a két rész korongnak fogjuk megmérni. Mutatom közelről, hogy tessenek megfigyelni. A két rész korongot fölcsiszoltuk, és tehát ideálisan simává tettük, hogy miért, azt mindjárt fogják látni. Ez lesz a két fegyverzete a kondenzátorunknak.
Az egyszerűség kedvéért írják föl, hogy ez, ha jól emlékszem, 70 mm átmérőjű mind a kettő. Ugye középiskolából tanulták, hogy a kondenzátornak a kapacitását hogyan lehet kiszámolni, hát most mi ezzel fogunk foglalkozni. Ennek egy bizonyítékát szeretnénk megadni. Tehát a kondenzátor méréshez beállítjuk a műszert, így. Tehát itten, amint látják, pikofarádokban fogunk mérni. Az lenne a kérésem, hogy ezt meg tudjuk mutatni, hogy szépen látszódjék, ugye? Így. Na most, hoztam különféle papírokat. Ezeknek a papíroknak rendre más és más a vastagságuk. Ezt a vastagságát fogjuk megmérni. Mutatom, hogy ez egy egészen vékony papír, ez egy kicsit vastagabb, így tapogatásra is el lehet dönteni, ez meg még vastagabb. Ugye? Tehát akkor ezt elfogadja, hogy ez így tapintásra jól érezhető. Na tehát akkor kezdjük az elsővel. Én azt fogom csinálni, hogy levágunk ebből a papírból egy keskeny csíkot, ígyni. Amint látják, egy keskeny csíkot levágtam, ezt még félbevágom. És ide elhelyezem a fegyverzeteknek a két szélére. Ha én most ezt a másikat ráteszem, ez a két papírszelet lesz, amely be fogja állítani a párhuzamosan tartást, és ennek eredményeként így, ha megnézik, meg tudjuk mérni, hogy ennek 155 pikofarád a kapacitása. Hát, hogyha van kedvük, akkor neki látszatnak, és a középiskában tanultak segítségével ennek a papírnak a vastagságát meghatározhatják. Ugye, ha megkérdezi valaki, hogy a mérésnek mi a hibáját, például ott az a két csík, amit közé raktunk, az határozottan ott nem levegő lesz, de mindenképpen egy megfelelő, egy jó mérésre ad lehetőséget. Következő lépés, ebből ugyancsak levágunk egy papírcsíkot, így, és most kicseréljük a másikra. Megnézzük, hogy a kondenzátorunk kapacitása változik-e. Így. Ez akkor az első volt a kartonlap, ez a második egy füzetlap. Így. Hát amint látják, ennek már 441. pikofarád a kapacitása, és hogyha nagyon akarjuk, akkor még megkereshetjük a hőpapírt. Ugye a hőpapír az azért vékony, hogy könnyen és kis teljesítményen lehessen ráírni. Láttak már hőpapírt? Ilyen számlát. Ez úgy működik, hogy az írónak a vége meg van melegítve, és attól ír, hogyha ezt kiteszik a napra, akkor egy kellemes meleg napon az úgy elfeketedik, ahogy ne tovább. Még annak idején, amikor kezdődött ez a parkolási mizéria, akkor az ilyeneket betette az ember a nap sütötte oldalra, és akkor nem tudta leolvasni a parkolóőr a kísérlet eredményét. Na tehát akkor ezt szépen elvágjuk. Beteszünk két ilyen kis vékony szeletet. Ez lesz az egyik. Ez a másik. Arra azért vigyázni kell, hogy a papírra véletlenül be van satírozva grafit ceruzával, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog a mérés. Tehát ez mindenképpen fontos. Úgyni. Tessék megnézni, ennek 613 pikofarád a kapacitása. Hát, hogyha van kedvük, akkor mondom, mind a hármat ki lehet mérni. A kísérletünket, hogyha jól megfigyelik, úgy is folytathatjuk, hogy megjegyezzük, hogy ebből a hőpapírból 613 pikofarád jött ki vastagságából, és most a kondenzátorunkat úgy fogjuk megvarázsolni, hogy fogja az ember, és teljes egészében kitöltjük ezt a részt, és ebben az esetben, hogy amint látják, olyan 1045-1046 pikofarád, az előzőnek, meg ennek a hányadosa éppen a papír epszilonját fogja adni.
Jó, tehát ez az, amikor a hókedli sarkán fizika tudással egész komoly dolgokat meg tudunk mérni. Ajánlom figyelmükbe, hogy amikor a fizikát megtanulják, akkor hihetetlen tudás kerül a kezükbe, és ennek eredményeként ezt tessék visszaélni vele. Jó, tehát ez mindenképpen érdemes látni. Ha kérdés van, egyébként ez a kísérlet is a fizipedia.bme.hu oldalon megtalálható. Dielektrikumokkal én azt hiszem, hogy ma már nem fogunk többet foglalkozni, úgyhogy ezeket én szépen elrakom, és ezek után az a munka címet fölírhatják, hogy sinen, vizen és levegőben. Hát mi visszafelé fogjuk csinálni, a levegőben kezdjük. Ugye az elektrostatikus megosztógépet azt már látták, de azért meg szeretném mutatni még egyszer, és semmi többet nem szeretnénk, csak egy néhány szikrát megfigyelni. Úgyni. Jó. Ígyni. És tulajdonképpen elkezdődött az, hogy elköszönünk az elektrostatikától, mert ami itt a szikra jelenség következtében keletkezik, az már biztosan nem statika, hanem olyan erős elektromos tér jön létre, hogy ebben az elektromos térben az elektromos töltések, ilyen, hát ebben a kísérletben ilyen ugrásszerűen átmennek az egyik helyről a másikra, ezt ívkisülésnek, szikrakisülésnek hívják, szikrakisülésnek. A szikrakisülésről annyit tudni kell, hogy centiméterenként 30 és 15 ezer volt közötti feszültség van a levegőben, és hát amit érdemes tudni még róla, hogy ez a nagyon nagy szórás, ez annak következtében, hogy mennyire poros és mennyire nedves a levegő. Egy másik eszköz, amivel szeretném megmutatni ugyancsak az ívkisülést, az a szikrainduktor. A szikrainduktor, az ma már, hogy óvatosan fogalmazzak, kiment a divatból, de volt olyan időszak, amikor a szikrainduktor az nagy feszültségű kísérleteknek egyedüli, idézőjelben egyedüli megoldása volt, és akkor ezt szeretném megmutatni, hogy ide letettem egy hosszabbítót, igen. Azt kell tudni, hogy később majd visszatérünk rá, ez egy indukciós készülék. A működése nagyon egyszerű. Van egy tekercs, ennek a tekercsnek a belsejében valamennyi vasmag is van, és a tekercsben levő áramot szaggatjuk. Az eredeti szikrainduktorokról azt azért úgy érdemes tudni, úgy is mondhatnánk, hogy nagyon fontos összetevője volt, hogy a világunk olyan, hogy nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen bedugja az ember a konnektorba az eszközt, és jön az áram. Ugye kezdetben nem egészen így volt, hanem az áramot azt elő kellett állítani, mert majd fogunk foglalkozni egy kicsit többet is. Annyit azért mindenképpen érdemes tudni róla, hogy ez az áram addig, amíg elektrostatikus gépek voltak, ilyen elektrostatikus gépek voltak, az egyik része az volt, hogy vagy nagyon rövid ideig lehetett megfigyelni, látták ennek a szikrának az élettartama, a másodpercnek egészen töredék része. Vagy hogyha folytonos üzemmódba akarták állítani, akkor olyan 10-7-en, 10-8-on amper áram volt. Hát annak a kimutatása, pontosan annak a hatásainak észrevétele nem volt egyszerű. Éppen ezért aztán, amikor 1800-ban Alessandro Volta föltalálta a róla elnevezett Volta-féle cellát, akkor megnyílt a lehetőség, hogy olyan áramforrásokhoz jussunk, amelyek teljesítménye akár, akár milliárdszorosa is volt annak, amit ezek az elektrostatikus gépek voltak. Tessék végig gondolni, hogy ezek 10-7-en, és ezekkel a voltaféle cellákkal, hogyha jól voltak megcsinálva, akár 100 amper fölötti áram is észre legyártható volt. És ez az eszköz, hogyha meggondoljuk, akkor megadta a lehetőséget arra, hogy az elektromos áramot kutatni tudjuk.
Ha most én ezt bekapcsolom, akkor szerintem jól látszik ez a szikrakisülés. Ez a szikrakisülés, ez úgy jön létre, hogy itt van egy szaggató, hát eredendően egyenárammal dolgozott ez az eszköz, az egyenáramot megszaggatták, amikor az egyenáramot megszakították, összeomlott a mágneses tér, és akkor ebben összeomló mágneses tér ebben feszültséget indukált, és akkor ez a tekercs menetszámainak arányában egy szép nagy szikrát tudott produkálni, ugye ez már a szikrakisülés. Ennek a továbbfejlesztett változata, ja, igen, amit szeretnék mondani, hogy elhelyezve, hogy mind ez a kísérlet, tehát az elektrostatikus gépünknek a szikrája, mind ennek a szerkezetnek az elektromos, tehát meg, szikrainduktorunknak a szikrájában is normál légköri nyomás van, tehát itt a kísérletek, amikor a gázokban történő kísérletekkel kísérletezünk, akkor hozzátesszük, hogy ezek elsősorban normál légköri nyomáson végzett kísérletek. Tehát ez a kör. A következő, amit szeretnék megmutatni, az több oldalról is izgalmas. Az egyik, ugye, hogy van egy speciális tápegységünk, itt van két darab szénelektród, és ezt a két szénelektródot, amikor összeér, és majd bekapcsoljuk, akkor ezek az áram hatására meg fognak egy pillanat alatt melegedni, akkor széthúzzuk őket, akkor egy ívkisülés jön létre. Az ívkisülés az nem egészséges, tehát sokáig nem fogjuk nézni, néhány másodperc, azt ki fogja mindenki bírni. Hát egyik az, hogy irgalmatlan nagy a fényerőssége, a másik pedig az, hogy a spektrális eloszlásában rengeteg UV-fény van, mivel hogy én vagyok legközelebb, engem fog a legnagyobb dózis érni, tehát nem kell megijedni. Jó, tehát akkor csak azért mondom, hogy rövid ideig azért lássuk meg. Bekapcsolom egy picit ízik, itt van az ívlámpa fénye, és ennyi volt. Ez is normál kisülés. Itt azt annyiban különbözik az előzőektől, hogy mind a golyó, mindez a csúcs, amit itt láttak, ez hideg marad. Itt, hogyha valaki megtapogatná ezt az ívlámpának az elektródját, akkor bizony megégetni a kezét. És akkor az ívlámpa miért is fontos? Hát az ívlámpa két dolog miatt is fontos, ami miatt ide behoztuk. Hát egyik, hogy rengeteg olyasminek, tehát az ívlámpa használatánál rengeteg olyan dolgot kaptunk, ami izgalmas volt. Az egyik, hogy megtanultunk hegeszteni. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát az ívkisülésnél a technikai megoldások, a hőbevitel az nagyon jól használható. Itt akár 100 000 amperrel is lehet beszélni, hogy amikor hegesztenek, ez persze nem ilyen kézi hegesztőkről beszélünk, hanem ilyen komolyabb ívhegesztőkről, akár 100 000 amperrel is hegesztenek, és valami elképesztő vastagságú vasakat tudnak összehegeszteni egymással. Megjegyzem zárójelbe, hogy a hegesztés technológiája, amikor én kisrác voltam, talán tudjátok, valami gépészmérnöknek tanultam, akkor azt mondták, hogy az acélok, szabványok úgy néznek, hogy van hegeszthető, meg nem hegeszthető acél. Most ott tartunk, hogy minden hegeszthető, csak technológiát kell hozzátenni. Tehát egy komoly szemléletváltás van, és ennek eredményeként ma már alumínium hegesztés sem idegen tőlünk. Szóval öntött vasat, minden egyebet meg lehet hegeszteni. Az ívlámpáknak a fénye azért példátlan nagy fényerősségű volt, éppen ezért nagyon szeretettel alkalmazták mozikban. A moziknál csak az volt a legnehezebb, ugye, hogy a hő hatására elképesztő mennyiségű hő keletkezett, és hogyha valami gubancolt, akkor a legtöbb esetben mozidűz volt a vége. Akkor még az éghetetlen filmszalagra dolgoztak, hála Istennek az ívlámpa is leváltódott meg az éghető felszalag. És amit még azért mondanék, hogy ez volt az egyik olyan eszköz, amelynek köszönhetjük a modern fizikát. Majd későbbiekben fogunk találkozni vele, középiskolás tankönyvekben úgy van leírva, hogy a tudósok megfigyelték, hogyha szikraközöket megvilágítanak ívlámpával, a szikra hamarabb keletkezik.
Világos, ugye? Tehát milyen ember az, aki nem elég tudós, hogy mindenfelé szikraközöket megvilágít ilyen lámpával. Ugye? Tehát így is fel lehet fogni. Azért tegyék szívükre kezüket, ha egy picit ismerik azt, hogyan fejlődött a világítás technika, akkor az első lépés az volt, hogy tüzet raktak, aztán ennek mindenféle változata volt a mécsestől a fáklyáig, és aztán utána következett a gázláng. Ugye, mint egy, ahhoz azt kellett, hogy Auber felfedezze a gázharisnyát, ami egy ilyen lumineszencia lévén a hőt átalakítja fényé. És utána, rögtön utána jött az ívlámpa, és nagyon sokáig, amíg Edison föl nem fedezte az izzószálas lámpát, addig az ívlámpa volt. Tehát az ívlámpa az ott volt a laboratóriumokban, ott világított. Jó? Tehát azért mondom, hogy az hozzá kell tenni, hogy az ívlámpa az egy időben, ha elmennek az elektrotechnikai múzeumban, ott egy egész komoly ívlámpa kiállítás van, ami azt jelentette, hogy például akkoriban a háziasszonyoknak napi tevékenység volt szénszálat cserélni a csillárban például. Komoly fejlesztést hozott a mechanikában, már úgy értem, hogy az a mechanikus szerkezetekben, ezeknek az ívlámpáknak az ív hosszát azt állandósítani kellett, és a két elektródnak a helyét is, tehát a szikra helyét is meg kellett tartani. Ez csak egy ilyen zárójeles történet volt. Most akkor egy kicsit sötétebbe fogunk vonulni, és megnézzük azt a kísérletet, amit ezen az asztalon állítottam elő. Ez az eszköz, hát még így világosban megmutatom mindazt, amit lehet róla tudni. Egy vákumcsövet látnak, és a vákumcsőhöz természetesen egy vákumszivattyú is csatlakozik. A vákumszivattyún kívül található az asztalon egy nagyfeszültségű áramforrás, és ennek a nagyfeszültségű áramforrásnak a segítségével fogjuk, hát ugye az elektromos áramot ebben a vákumcsőben majd előállítani, és úgyni. Akkor most vonulunk világosba, vagy sötétbe. Hát szerintem ez teljesen jó. És akkor a legfontosabb dolog, hogy itt van egy áramforrásunk. Ez az áramforrás 6000 volt feszültséget tud, maximum. Majd erről is szeretnék beszélni, hogy miért pont 6000 voltot találtak ki áramforrásunknak. Igen, tehát akkor az áramforrásunkat bekapcsolom, és teljes egészében fölcsavarjuk 6000 voltra, és ha fölcsavarjuk, hát nem történik semmi. Lehet, hogy majd menet közben le kell kapcsolni, akkor, hogyha a kép nem lenne jó. Tehát, hogyha jó lesz a kép, akkor nem fontos. Kezdjük el ritkítani a gázt. Igen. A vákumszivattyunk, ez úgynevezett elővákumszivattyú, a 760 higanymilliméterből 5 higanymilliméter körüli érték fog maradni. Szerintem már látszik, amit látni kell. Szerintem a kép is gyönyörű. Amit látnak, az tulajdonképpen, hát megnézhetjük, hogy pontosan mit is látunk. Igen. Jó. Tehát akkor a kék színű a negatív, a piros színű a pozitív rész. Hát akkor ez azt jelenti, hogy itt van a katód, és hát ahogy alakul ki a vákum, különböző részeket fogunk tudni megnézni. Ugye a katód után jön egy sötét rész. Nem tudom, hogy megtennéd-e, hogy ekkora kivágást, ha lehet, akkor egy ekkora kivágást csináljunk. Igen. Jó, ha nem egészen jó, akkor kicsit fordítok, hogy lehessen látni. Ha elmegyek mögül, akkor lehet látni, hogy ez a katód sötét rész, utána a katód rész, utána van egy hosszabb rész, amit Faraday-féle sötét foltnak hívnak, és utána ezen a részen plazma látszik, és az anódhoz elérkeztünk. És az a része, ami egy kísérlet közben lehet néha látni, hogy ilyen korongokra szakad
az anód, fény, tehát a plazma rész, ez néha korongokra szakad, és hát gyakorlatilag a kísérletünkben talán megpróbáljuk. Kapcsoljuk le ezt a két lámpát, hát ha többet látunk belőle. Talán jobb. Esetleg egy ilyen svenket lehet, hogy innen elindul, vagy onnan is errefele eljön. Úgy is van. Ott lehet látni, hogy ilyen korongokra van szakadva. Na, arról érdemes beszélni. Ugye elektromosan töltött részecskék, elektronok röpülnek, és akkor azon a részen, itt, ahol látják, az ott levő híggáznak a részecskéit tudják gerjeszteni. Tehát attól függően, hogy milyen gáz található ebben a csőben, más és más színeket kapnánk. Itt tulajdonképpen az történik, hogy megérkezik erre a részre a fölgyorsított elektron, annyi energiája van, hogy egy atomot föl tud gerjeszteni, és aztán, amikor a fölgerjesztés megtörtént, akkor utána egy darabig gyorsulnia kell, és megint csak föl tud majd gerjesztődni. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából itt azt lehet látni, hogy jön egy elektron, a gyorsulás ebben a negatív és a pozitív között ugye gyorsul, és amikor eléri azt az energiát, akkor egy megadott atomot gerjeszteni fog, és ennek eredményeként jön ez így létre. Kérdés? Megegyezés. Az csak megegyezés. Jó, tehát mindenképpen ezt a képet szerintem... Igen? Még egyszer? Hát nem. De a Frank-Hertz kísérlet az egy kicsit más. Hasonlít ez a rész hozzá, de igen, a meglátása jó. Tehát itt is tulajdonképpen az történik, ha betennénk ebbe egy csöpp higanyt, akkor itt higanygőzel lenne, akkor más lenne a színe. Ugye itt most csak normál levegővel kísérletezünk. Ugye, amit itt mondtam, hogy ennek az áramforrásnak a feszültsége 6000 volt maximum, hát majd a később fogunk menni a másik csövek irányába, közben én kikapcsolom a részt, és akkor azt tudjuk látni, hogy az elővákum szivattyú ugye egy ilyen képet produkált, most szépen kikapcsolom, és ahogy megszűnik a nyomás, akkor fogják látni nyomás függvényében a változást. Hát ugye az a lényege, hogy szerintem ez nagyon szépen látszik. És aztán a legvégén meg fog szűnni a fényjelenség. Amit még hozzá szeretnék tenni, tehát az mindenképpen fontos, hogy ha 6000 volt, az onnan van, hogy a fékezési sugárzás 6000 voltnál még nem olyan, ami az ember életére bármi kockázatot ad. Tehát röntgen nem keletkezik magyarul. No, tehát ez mindenképpen fontos megtenni. Közben ki is aludt, úgyhogy úgy is van. Elköszönünk ettől az eszköztől, és egy másik irányba megyünk el. Hát ugye akkor most már nagyjából is hozzávetőleg látszik, hogy Gerikének az a ténykedése, hogy elkezdett légritka teret létrehozni, azért egy idő után visszaköszön, és nagyon izgalmas dolgokat tud majd nekünk csinálni. És akkor hát ugye a fizikusok elkezdték kutatgatni azt, hogy Tehát, hogy milyen jelenségeket fogunk tudni megcsinálni, és akkor egy idő után az elővákum szivattyú már nem volt elégséges, és ilyenkor aztán további vákum növeléssel foglalkoztak. Ugye itt ezekben a katócsugárcsövekben most már katócsugárcsöveknek hívják ezeket az eszközöket. Ezeknek a katócsugárcsöveknek a segítségével további jelenségeket tudtak megvalósítani. Tehát ez azt jelenti, hogy a katócsugárcsövekben ilyen 10 a mínusz negyediken
vektor nyomás van, tehát nem 10-21 paszkál nyomás van, és ennek segítségével aztán további jelenségeket tudtak csinálni. Nagyon sokan kutatgatták ezt a jelenségeket. Egy Plücker nevű embert mindenképpen érdemes megjegyezni. Ő volt az, aki elképesztően jó minőségben tudta ezeket a vákumcsöveket megcsinálni, és hát úgy is mondhatnánk, hogy majdnem, hogy érdemtelenül volt az, hogy a Plückerről elfelejtkeznek sokan, tehát nem sokan ismerik ma már a nevét. És akkor az első kísérlet az lesz, hogy megnézzük, hogy a vákum fokozásával milyen jelenségek jönnek létre. Jó, tehát amit lehet látni, az ez a fluoreszencia, hogyha ezt a részét, csak ezt a részét mutatjuk, akkor ott is nagyon szépen látszik ez a villogás. Lehet, hogy egy picit még állítunk ezen a szerkezeten. Aha. Tehát akkor hát gondolom önök azért jobban látják, mint a videókamera ezt az árnyékot, ennek a máltai keretnek az árnyékát. Próbáljuk meg ezt kihagyni, ezt az alsó részt, és akkor talán a... Aha. Hát, jó. Azt hiszem, hogy ez itt szépen látszik. Ez azt jelenti, hogy ebből a részből, ugye a negatív részből sugarak indulnak ki. Ezek a sugarak egyenes vonalban terjednek. Ezt onnan tudjuk, hogy ez éles árnyéka megjelenik ennek a máltai keresztnek, és hogy ilyen lumineszencia jelenséget hoznak létre, ez azt jelenti, hogy egy ilyen világítás jön létre. Hát ez az első kísérlet, a máltai kísérlet. Mondom, ezek a csövek az úgynevezett katódsugárcsövek, amelyeket ugye J.J. Thomson volt, aki kutatgatott sokat. Úgy is mondhatnánk, hogy Thomson a kísérletei mellett, ami miatt nagyra tartjuk, egy csomó olyan dolog mellett is elment, amit hát egész egyszerűen úgy pestélyesen mondanánk, hogy nem vett észre. Hát egyszerűen nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ahogy a nagy emberek szoktak lenni, ő is egy kicsit tévedett. Na, a következő kísérlet szintén azt mutatja, hogy egyenes vonalba terjed. Itt látható a katód. A katód után van kettő darab vízszintes nyílás, és ebből a két vízszintes nyílásból ugye érkeznek a katódsugarak. Amit elfelejtettem, gondoltam, hogy valamit el fogok felejteni, egy mágnest hozok mindjárt. Megnézzük. A katódsugarak a mágnessel hogyan viselkednek. Tehát egy mágnesnek az egyik pólusával viseltezünk, azt hiszem nagyon szépen látható, hogy lefelé térült el, de el tudjuk téríteni fölfelé is. Lefelé is, fölfelé is. Jó? Az a helyzet, hogy amikor ezt a kísérletet meg akarja az ember érteni, most úgy se látjuk a mágnesnek, melyik az északi-déli pólusa, de tudjuk, hogy elektronok mennek, az elektronok mágneses térbe érkezzen, hát akkor körpályára fognak kerülni, ez a Lorentz erővel ki lehet számolni, tehát egyértelmű a kísérlet. A következő kísérlet, így a sötétben, ha már amúgy is itt vagyunk, következő kísérlet egy olyan jelenséget fog megmutatni, ami a... Itt van a katódunk, és az anód, az itt most kezdetben itt alul lesz. Azt kell majd megfigyelniük, hogy van egy... Igen. Van itt egy katód, és a katóddal átelemben itt jelenik meg a katódsugár, ezen a felső részen itt fölül.
abban az esetben, ha megváltoztatjuk a katódnak a helyzetét, tehát az anódnak a helyzetét, tehát ide most fölülre van, ide van tévetéve a katód, itt az anód, megváltoztatjuk a helyzetét. Így. Na. Krokodil csipetből láttam már jobbat is. Ha megnézik ismételten a képet, akkor azt fog látszani, hogy ennek a foltnak a helye nem változott. Tehát a kövünk úgy néz ki, hogy van egy anódunk, van egy katódunk, és a katóddal szemben jelentkezik mindig a lumineszencia jelensége, tehát ez azt jelenti, hogy a katódról egyenes sugárban terjedő hullám válik le, és ez okozza itt az üvegnek a lumineszkálását. Na most, ha van még egy harmadik hely is, ha oda tesszük, akkor az teljesen egyértelmű lesz, hogy szerintem nagyon szépen látszik, és akkor itt érdemes egy picit majd megállni, tehát akkor még egyszer itt a katód, de most mindjárt fölkapcsolom a villanyt, és akkor jobban fogjuk az egészet látni. Tehát legyen szes a bekapcsolni a lámpákat? Mindenképpen szeretném közelről megmutatni ezt a csövet, mindenki jól lássa. Tehát a csövünk úgy néz ki, hogy egy gömb alakot csináltak, itt van a katód, a katódról leváló sugarak körülbelül ezen a helyen fognak egy lumineszkálást okozni, attól független, akár itt, akár itt, akár itt helyezzük el az anódot. Hát itt azt szerettük volna megmutatni, hogy hogyan válik le a katód sugár az anódtól függetlenedik. És akkor végül, de nem utolsó sorban szeretném megmutatni ezt az eszközt, ami nagyon sok mindenre megtanít minket, és úgy is mondhatnánk, hogy ez egy izgalmas történet. Tehát bekapcsoljuk. Amit lehet látni, hogy a katódsugarak útjába tettünk egy lepkét, ami különböző alkáli földfémek sójával van megfestve. A különböző alkáli földfémek sói a röntgen sugárzás katódsugárzás hatására világítani kezdenek. Nos, ez nem azért kezd világítani, mert akkor a hőmérséklete, hanem azért világít, mert az ott lévő atomokat gerjeszti ez az elektron nyaláb. Amit érdemes megnézni, és akkor ehhez megint csak levonulunk, egészen tegyem meg, hogy amennyire tehetik, közel megy, ki fogom kapcsolni az eszközünket, és azt kell majd megfigyelni, hogy közeleg, aha, jó. Hát igen, szemmel biztosan jól látják, a kamera már csak a nyomaiban az első pillanatban látta, hogy ez utóvilágít, tehát ez azt jelenti, hogy ezek a sugárzások, ugye az egyik az, amelyik a besugárzáskor rögtön adja a fényt, azt lumineszenciának hívjuk, és van a másik, amelyik pedig a besugárzástól elszakad, az pedig foszforeszenciának. Tehát akkor a lumineszkáló és a foszforeszkáló eszközöket szeretnénk, vagy jelenséget szerettem volna megmutatni. Ami izgalmas, hogy ezt a csövet, hát nem tudom hitelt érdemlően megerősíteni, de úgy tudom, hogy a Ferenc József ajándéka volt a műegyetemnek. Tehát ez megmaradt. Ez az, amiről... Hát volt egy idős bácsi, amikor én idejöttem, ez a 33 évvel ezelőtt, akkor ő volt olyan 80-90, mondta, hogy ez a Ferenc Józseftől származik. Tehát itt azt is lehet tudni, ezeket a dolgokat már abban a korban nem akárhogy művelték. No, tehát akkor beszéltünk olyanokról, hogy gázoknak a vezetése,
Ugye biztosan jól megfigyelhették azt, hogy légköri nyomáson, ugye van a szikrakisülés, a szikragenerátorunk, tehát a szikrainduktorunknak a kisülését és az ívlámpának a kisülését lehetett megfigyelni. A továbbiakban pedig néztünk gyengébben ritkított csövet, illetve a nagyobb ritkítású csöveket. A következő kísérlet, meg fogjuk nézni, hogy a folyadékokban hogyan tudunk elektromos jelenségeket produkálni. És akkor az áramforrásunkat megmutatom. Az áramforrásunk ugye közönséges egyenáram áramforrás lesz. Ha megnézik, akkor itt van ez az eszköz. Igen. Ebben vizet fogunk használni, mivel hogy ezt úgyis jól látják, én megvilágítom jobban. Ezek az eszközeink, ez desztillált víz, amit elfelejtettem behozni, ez természetesen egy izzólámpa, de jövök mindjárt, egy fél másodperc. No, tehát, akkor itt van az izzólámpa. És akkor alkossunk egy áramkört. Ugye az áramkörünk úgy fog kinézni, hogy elindulunk a negatív oldalról. Ide megy ez a szénelektródhoz. A szénelektródról megyünk, a másik szénelektródról az izzólámpához. És az izzólámpának a másik sarkából pedig a pozitív pólusra. Öntsünk bele vizet. Így. Ez desztillált víz. Így mi. Kapcsoljuk be. És amint látják, vezetési jelenség nincs. Ha meg akarjuk keresni, hogy hol nem működik a dolog, akkor csak annyit kell tennünk, hogy mondjuk elsőként jó érzékkel lezárjuk rövidre. És akkor látszuk, hogy ott hibázik az áramkör, tehát a soros áramkörről beszélünk, és ha azt szeretnénk, hogy valami eredmény is legyen, akkor egy kis sót fogunk beszórni ide, nem kell sok. Ez egy kicsit még sok is. Azt hiszem, nagyon szépen látszik az, hogy vezet. Ha ide közelre rámegy, akkor gázfejlődést is lehet látni. Ez ugye praktikusan a vízbontás esete. Pozitív és negatív oldalon, az egyiken dúsabban, a másikon kevésbé dúsabban, tehát akkor itt hidrogén, ott pedig oxigén fog fejlődni. Az a helyzet, hogy kísérletünkkel még nem teljesen végeztünk. Igen, kikapcsoljuk. És akkor én ezt kiöntöm és hozok normál csapvizet innen a csapból, amelyikkel a tábla törlését szokták elvégezni. Ugye ez azért fontos, hogy a desztillált víz és a csapvíz között lássuk meg a különbséget. Így bekapcsolom, és amint látjuk, ez is nagyon jól vezeti az áramot.
Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a desztillált víz, hogy tényleg az akkumulátorban desztillált víz kell, az nagyon fontos. Miért kell desztillált víz? Gondolják kell az akkumulátor, hogy működik. Ugye belelóg két cella, vagy két elektród a híg kénsavba, és a híg kénsav között pedig a kénsav vizes oldata található. Bocsánat, tehát az egyik az egy ólom lemez, a másik ólom oxid, és közötte híg kénsav van. A híg kénsavnak a vezető képessége gyakorlatilag a desztillált vízével megegyező, hiszen a kénsav az ionokra nem diszociál, nem úgy, mint a konyhasó, vagy hát ami ebbe található mindenféle oldott sok, és hát gyakorlatilag ez a cellának a belső önkisüléséhez fog vezetni. Természetesen tudjuk, hogy a desztillált víz az egy drága történet, éppen ezért azt is szokták csinálni, hogy a desztillálás helyett úgynevezett ioncserélt vizet tesznek, tehát az ionos vegyületeket, amik ionokra szétfosszanak, azokat egy kémiai úton eltávolítják ebből a szerkezetből, és ennek eredményeként hasonlóképpen vizet kapnak, amelynek a vezető képessége gyakorlatilag nulla. Amikor a desztillált vizet mérni szokták, akkor az egyik legfontosabb dolog, hogy a méréskor a vezető képességét mérik meg, és a vezető képességből következtetnek a desztillációnak a hatásfokára. A következő kísérlet, úgy látszik, ez nem a mai napom, nem az én napom, mert megint benn hagytam valamit. Na mindegy, elszaladunk. Addig mutatom, hogy egy üvegrudat raktam ide. Ezt az üvegrudat fogjuk rövidesen megvizsgálni, hogy hogyan is vezeti az áramot. Látszik az, hogy a nagyanyámnak a kedvenc mondása az mennyire igaz. Ő ugyanis azt mondta, hogy az a cigány ember, aki csak karácsonykor szokott cimbalmozni, az nem tud cimbalmozni, de ezt hallottam hegedüléssel is tőle. Hát már elég rég kísérleteztem ezeket a kiseteket, hogy a Covid-járvány miatt úgy is mondhatnánk, hogy nem sokat mutattam be, tehát elfelejtettem ezt behozni. Akkor a kísérletünk nagyon egyszerű. Megint kapcsoljuk be a áramforrásunkat. Így látjuk, hogy vezetés nincs. Ha rövidre zárjuk azt a részt, hogy az előbb is megtettük. Ha rövidre zárjuk ezt a részt itt, akkor a lámpánk világítani fog. Ahhoz, hogy ez is világítson, nekünk annyit kell tenni, hogy meg kell melegíteni az üveget olvadás környékére. És az üveg, amikor olvadt állapotba kerül, akkor fogják látni, hogy világítani fog a lámpa, jelezvén azt, hogy az üvegen keresztül áram folyik. Egyébként szobahőmérsékleten az üveg nagyon jó szigeteli az elektromos töltéseket. Hát, amint szerintem ez nagyon szépen látszik. És az is izgalmas, hogy az itt keletkező elektromos áramnak a hője fönntartja a folyamatot. Tehát ez egészen addig fog hittem világítani, amíg el nem csöppenne, de ha megengedik, akkor én ezt most így kikapcsolom, mert nem akarom, hogy itt lecsöpögő üveg jelenjen meg az asztalon. Akkor azt hiszem, hogy a mai napon kísérleteinket befejeztük, és köszönöm a figyelmet!